mai nap folyamán arról számoltam be, hogy a közel 3 évben milyen tapasztalatok merültek fel a munkahelyi tanácsadó és vitarendező szolgálat működésével összefüggésben. Közel 30 ügyben jártunk el, ezeknek a túlnyomó többsége tanácsadási eljárás volt. Összességében sikeresnek tekintjük a projektet az Észak-Alföld régióban is. Az a sajátos helyzet merült itt fel, hogy az ilyen típusú szolgálatokat jellemzően munkavállaló érdekképviseletek veszik igénybe, itt a régióban munkáltatók vették zömébe igénybe a szolgálatnak a segítségét, működését, különböző eljárásait. Ez azt bizonyítja, hogy van igény erre a szolgáltatásra a munkáltatói részről is, tehát a kollektív érdekvitáknak a megfelelő rendezés az egy alapvető munkáltatói érdek is, hogy rendezett körülmények legyenek a munkahelyen belül, kiegyensúlyozott kapcsolat az érdekképviseletekkel, szakszervezettel, üzemi tanáccsal, és hát a jövőben is folytatódik ez a projekt, és célunk az, hogy amennyiben a régióban segítségre van szükség, akár szakszervezet, akár üzemi tanács, akár munkáltatói részről, megfelelő helyre kerüljön a segítségkérés, és megfelelő felkészült szakmai tanácsot kapjon a segítséget igénylő.